egyre szélesedik a gabonapehely választék. Nyilván egyrészt azért, mivel a felmérések azt mutatják, hogy ezt nagyon sokan nem reggeliznek, tehát például a gyerekeknek az egyharmada az, aki kihagyja a reggelit, és felnőtteknél is nagyon rossz az arány. Az okokat, hogyha felsoroljuk, akkor a legfontosabb az az időhiány. A gabonapehelyeknek a fogyasztása egy gyors megoldást és egyszerű megoldást jelenthet, tehát nem lehet az időre fogni azt, hogy most nem reggelizünk. Mindenféleképpen, hogy a teljes értéki gabonából készült termékeket helyezzük előtérbe, és így a csokis gabonapehelyek esetében is, mindenféleképpen nézzük meg a cukortartalmat, mert lehetőleg az alacsonyabbat választjuk. Az is nagyon jó, hogyha mondjuk plusz vitaminok, D-vitamin, vagy ásványanyag, kálcium is van benne, hiszen a gyerekek fogyasztják főleg, és az ő csontozatuknak is ezek kiemelkedően fontosak. Az is jó, hogyha tudjuk, hogy például a tejet, tejtermékeket, az főleg reggel fogyasztjuk, tehát mindenféleképpen ez is egy hozzáadott dolog lehet, hogy akkor gabonapehely és tej, meg még gyümölcsel is dúsíthatjuk, és akkor egy komplett, igazi, teljes értékű reggelit kaphatunk. Ez a Supermenta program azért is tetszik nekem kifejezetten, mert több oldalról közelíti meg egy-egy termékcsoportot, tehát nem csak például élelmiszerbiztonsági szempontból, hanem táplálkozástudomány, dietetikai szempontból is, nyilván a kedveltség, a mikrobiológiai, laboratóriumi paraméterek, a címke, tehát úgy egészében vizsgál egy-egy élelmiszert, és kontextusba is helyezik. Tehát nagyon örülök, és csak így tovább.